város költségvetése újra stabil, működésünket még a COVID-járvány sem tudta megrendíteni. Ez Domonyi László kiskörösváros polgármestere mondta a február 23-ai képviselőtestület ülésen. Kifejtette, ez köszönhető többek között a városban működő vállalkozásoknak és kiskörös minden lakójának, hiszen a költségvetés stabilitását az adóbevételek és az önkormányzatokhoz való kormányzati hozzáállás határozza meg legfőképpen. Az iparűzési adó 650 millió körüli értéken van jelenleg, a kommunális adó pedig megemelkedett 82 millió forint értékre. Az a félelmünk, amit a kormány okozott, hogy a kis- és középvállalkozásoknak megfelezte az iparüzési adóját, az adó befizetését, segítve ezzel a kis- és középvállalkozásokat, hiszen csak fél adót kellett fizetniük. Tehát az a félelmünk, hogy ez hogy fog nekünk megtérülni, és mennyi fog nekünk bejönni, teljes mértékben megszűnt, hiszen a kormány szinte e, millió forint pontossággal e, azt a kiesést pótolta a kiskörösnek és szerintem minden önkormányzatnak, amit elengedett. A polgármester az ülésen az adócsoport hatékony munkáját méltatta, akik az adóellenőrzési folyamat elindításával az eddig megszokott 64 millió forintos kommunális adó helyett 82 millió forint adót hajtottak be. Felhívnám a, a lakosság figyelmét is ö, ö, arra, hogy amikor valaki lakást vásárol, ö, vagy lakáshoz ö, bővít garást, vagy új ingatlant vásárol, akkor bizony ezeket az ingatlanokat be kell jelenteni, és az ingatlanokat a bejelentés alapján utána az ingatlan mennyi, ö, minősége ö, nagysága szerint adóztatni fogjuk és kell. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy figyeljenek oda. Domonyi László kifejtette, hogy az adókompenzáció mellett a gyermekétkeztetés és a béremelések mellé is érkezett kompenzáció. A polgármester elmondta, hogy ugyan van hitelállományuk, de a mostani költségvetés ezt is fedezi. Mint mondta, a fejlesztések is zavartalanul mehetnek tovább, de továbbra is szeretnének tartalékot képezni.